3x3-as felnőtt jégkorongtornát rendezett a HC Kiskürös, ugyanis az együttes felnőtt gárdája a 3x3-as országos bajnokságban szerepel. Az együttes a fővárosi MAC Ikonok és a Bajai Lurkók gárdáival küzdenek meg a bajnoki pontokért. A pontvadászat során a bajnokságban résztvevő csapatok mindegyike házigazdája az egyik fordulónak, melynek november 28-án a Rajz Attila jégpálya adott otthont. A három csapat részvételével megrendezett jégkorongtornán az együttesek körmérkőzéses formában mérték össze erejüket egymással. A csapatok három mezőnyjátékossal és egy kapussal álltak ki a találkozóra, amelyek játékideje 3x15 perc volt. Ezt a Magyar Jégkorong Szövetség találta ki, hogy a kispályáknak is legyen játék lehetőségük. Itt a kisvárosok kispályái kerültek előtérbe, így a Rajz Attila jégpályán is tudunk úgymond tétmérkőzést játszani. Ez a bajnokság országos szinten 9 csapattal rendelkezik. Mi a déli csoportban vagyunk, a déli régióban, a Budapest MAC, illetve a Bajai Lurkók csapatával van összesorsolva a HC Kiskörös, és akkor mai nap második fordulóját tartja a HC Kiskörös, mint hazai pálya. Már játszottunk az Óbudai jégcsarnokba, ahol a MAC-tól ugyan kikaptunk, de Baját megvertük, és jelen állás szerint a másodikok vagyunk a csoportban. Ha így marad ez, és a mai nap második mérkőzését is tudjuk hozni, ami elvárás, akkor a csoport másodikai fog játszani a keleti, illetve a nyugati csoport második csapataival. Hát a csapatunk a saját nevelésből áll össze, ugye itt a legnagyobb név a csapatunkban László Márk, aki az idén a MAC-tól távozott, majd iskolai tanulmányait folytatva úgy döntött, hogy visszalépik, tanulmányainak ad nagyobb hangsúlyt, és így a MAC csapatától mi átvettük, hála Istennek, a Márkot. De hát mondhatnám azt a Krecsanyót, vagy Tóth Mátét, vagy azt a Gyöngyösi Leventét, vagy Dicsa Dominiket, akik csapatunk tagjai, Kolozsvári Gábor, akik itt voltak idősekben, Szabó Dávid. Itt mind olyan nevek vannak, akikkel heti rendszerességgel gyakoroljuk, játsszuk ezt a jégkorongot. Nagyon sok név még hiányzik, mert orvosi alkalmassági vizsgát nem tudtak produkálni, és ugye itt nagyon szigorú szabályok mellett tudunk jégre lépni, mert az orvosikat, ha leadják, akkor ez fog bővülni jócskán. A alap taglétszámunk itt a 25 főt meghaladja. Mennyire tudtok felkészülni a mérkőzésekre? Hogyan látod a bajnokság erőnyi viszonyait? Hogyan tud a kiskörösi csapat helytállni? Hát érdekes, jó kérdés, mert ez a szabályrendszer nem fekszik nekünk. Tudnilik, ez egy szlengbe Kanadából érkezett tóhokinak hívják. Kanadában nincsenek ebben a kategóriában bajnokságok, csak családok összeülnek, és akkor játszanak egy nagyot, aztán utána meg isszák a forralbort, vagy a teát, ugye a kicsik. Nálunk ez az utóbbi, ez hiányzik, de a játék megvan. Szóval tulajdonképpen a mi pályánkon rendes szabvány szabályokra kéne játszani a mérkőzéseket, ami a helyi szabályokat ugye keresztbe vágja, mert itt nincsen les, nincs túlütés, nincsen pattintott lövés, és nincsen testjáték. Na most ezek közül a nincs testjátékot, azt mi is szeretjük, tehát nem szeretünk testjátékot alkalmazni korunkra való tekintettel. A les szabály viszont egy olyan sajátosság a jégkorongban, hogy én nagyon hiányolom. Fogom is javasolni a jövő évben, hogy ebbe a kategóriába legalább a lest vezessük be, mert az jól jönne. A mai napon a MAC ellen kezdtetek, egy érdekes mérkőzés volt, az első harmadban dőlt el gyakorlatilag. Hogyan láttad a csapat teljesítményét, mit tudnál erről mondani? Hát igen, tudtuk, hogy a MAC egy olyan csapat, akik tele vannak OB1-es játékossal, tele vannak jégkorongos múlttal. Tiszteljük mi, ők kevésbé bennünket, de a lényeg az, hogy én úgy gondolom, hogy az első harmadban veszítettük el a mérkőzést. Ott nagyon sok gólt kaptunk, olyan gólokat, amit meg tudtunk volna menteni, védeni. Majd a második harmadban már kezdtünk fölzárkózni az eredménnyel, és akkor a harmadik harmadban meghoztam egy olyan döntést, hogy két sorral álltunk ki, a legjobb két sorral. A fékeket kivettük, magamat is ebben beleértve, és akkor ott már elindultunk fölfele, de az idő már kevés volt ahhoz, hogy kiegyenlítődjön. De 14-7 én szerintem az méltó, mert Budapesten 21-2-re kaptunk ki. Tehát jövünk fel, mint a talajvíz. Hogyan látod a bajnokság végére, hova érhet oda a csapat? Vannak esetleg céljaitok?
ha bár ugye amatőrökről beszélünk. Hát igen, célok vannak, de azért itt egy baráti társaságról beszélünk, tehát nem vére menő a küzdelem. Én azt gondolom, hogy a második hely az egy olyan reális cél nálunk, amit kitűzünk, és próbálunk a délieknek, meg a nyugatiaknak megmutatni, hogy mi is tudunk valamit a Alföldön jégkorongozni. És akkor ezek a felső kategóriai csapatok kikerülnek a körből, akkor ott nekünk lesz helyünk. De hát én azt gondolom, hogy Kiskörös városának egy felnőtt 3-3 a másodiknak lenni, ugye Baja városa mellett, Mac mellett, én szerintem egy méltó és szép eredmény. Én csak gratulálni tudok mindenkinek a csapatból. Lesz még forduló a bajnokságban? Esetleg kiskörösi rendezésű játéknak? Abszolút, még egy fordulót meg kell rendeznünk, de azelőtt ne szaladjunk előre, az alapszakasz harmadik fordulóját Baja rendezi. Tehát Bajára utazunk, már Budapesten voltunk, most itt vagyunk, meg menjünk Bajára. A bajai eredményektől függően, ha és amennyiben sikerül a célunkat elérni a második helyet, akkor onnantól kezdve már nem tudjuk, mert a rájátszásban már azért az országos átlagban Soprontól Szegedig mindenki részt vesz, hogy hol lesz a következő. Ott biztos, hogy még egy fordulót rendez Kiskörös. A csapatot tehát kizárólag saját nevelésű játékosok alkotják, akik között a legnagyobb név László Márk, aki korábban a Mac gárdájában szerepelt és volt utánpótlás válogatott is. A Mac Budapest Jégkorong Akadémia játékosa voltam 6 éven keresztül, és elkezdtem a tanulmányaimat a Budapesti Műszaki Egyetemen, és sajnos az egyetemi tanulmányok miatt kellett úgy döntsek, hogy befejezem a profi pályafutásomat. Sajnos nem tudtam magam kipróbálni a felnőtt ligába. U20, az U20-as bajnokságba játszottam. Ugye korábban voltam korosztályos válogatott, az nagyon jó élmények voltak, nagyon sok helyen voltunk, utaztunk a világ több részén is, úgyhogy az nagyon nagy élmény volt. Most úgy döntöttem, hogy kicsit visszaadok a szülővárosomnak, úgyhogy, de nagyon jó érzés különben, nagyon jó érzés. Igen. Miben más a legmagasabb szinten egy ilyen komoly csapatnál edzeni, mint a Mac? Igazából a részletek és a pontosságok, ami nagyon kitűnő, a profizmus igazából. Ugye nagyon odafigyelnek a játékosokra, a heti edzés számra, ugye szárazon és jégen is, megvan a megfelelő stáb, a felszerelés, úgyhogy a jégidő, úgyhogy leginkább ebbe különbözik. Illetve nyilván az edzőknek a szaktudása, úgyhogy szoktak nagyon sok ilyen egyéni edzést is rendezni, úgyhogy az nagyon sokat fejleszti az embert. Igen. Van-e olyan torna, esetleg siker, amire szívesen visszaemlékezel így az utánpótlás éveit kapcsán, akár a válogatott, akár klubszinten? Igen, talán a legjobb évem az U16-os és az U18-ba volt. U16 másodévben ugye megnyertük a magyar bajnokságot a Maccal, és az egy hatalmas mérföldkő volt, mert azért egy ilyen álmom valósult meg, úgyhogy az nagyon jó érzés volt, illetve voltunk Richmondban a U17-es válogatottal Kanadában, az egy hatalmas túra volt, tényleg nagyon, tehát jó öröm volt nézni, hogy ott hokiznak az emberek. Illetve mi egy válogatottal mentünk, és mi klubcsapatok ellen játszottunk, és így is megnyertük a tornát, de nagyon nehéz volt, és ugye itt is megmutatkozik a szintkülönbség, hogy ott akár egy kisvárosnak a csapata olyan játékot tud mutatni, mint itt Magyarországon a válogatott. Kanadát említetted, miben más az ottani hoki, milyenek a stadionok? Nagyon rengeteg stadion van, rengeteg játékos. Tehát ott igazából minden második ember szerintem jégkorongozik, vagy valamilyen köze van a jégkoronghoz. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal nagyon fizikális hokit játszanak, tehát nem hagyják az embert érvényesülni. Tehát ott aztán tényleg az van, hogy nagyon gyorsan kell dönteni, nagyon gyorsak a reakcióidők, tehát muszáj odafigyelni, mert különben nagyon el tudnak rakni. Úgyhogy leginkább ebbe, illetve a korcsolya technika, ami nagyon kitűnik, mert tehát ott csak a korcsolyázással kezdik. Tehát addig, ameddig az ember nem tanul meg nagyon jól egy nagyon jó kori technikát, addig nem jut hozzá korong. És itt azért nagyon nagy a különbség, hogy gyorsaságban és technikában is sokkal fejlettebbek, mint itt sajnos. Igen. És ugye talán sorsszerű, hogy a mai mérkőzésen az első találkozót éppen a Mac csapata ellen játszottátok. Milyen érzés volt ellenük pályára lépni? Voltak-e esetleg ismerősök?
Nem, itt a macikonokban hát az összes játékos az vagy volt Erste ligás játékos, vagy pedig minimum az utánpótlás macban játszottak, ugye. Hát ez azért megmutatkozott, tehát sajnos mi ebbe azért nyilván vissza voltunk maradva. Nálunk gyakorlatilag 2-3 játékos volt, aki tehát rendszeresen jár és jégkorongozik. Tehát ebben volt nagyon nagy különbség. Ismerős nem volt, kicsit idősebb korosztály. Vannak ismerőseim, akik már ugyanúgy visszavonultak, mint én, és az ikonokban játszanak, de ők most valamiért nem jöttek, úgyhogy így nem volt nagyon ismerősöm. Úgy tűnt a mai mérkőzésen, hogy az első harmadban buktátok el a találkozót, ott mentek el több góllal, aztán a végén egész szépen visszajöttetek. Hogyan láttad a mérkőzést, hogyan tudnád értékelni a találkozót? Igen, én azt láttam, hogy kicsit meg voltunk illetődve, tehát nem találtuk a helyünket. Kicsit megijedtünk, ha lehet így mondani. Különben furcsáltam, mert nem így szoktunk játszani, tehát nekünk is megvan a játékstílusunk, azért mi is azért tudunk újat mutatni. Valamiért nem akartak összejönni, illetve hát nyilván passz különbségek, tehát nem nagyon passzoltunk, nem volt meg az összjáték. Úgyhogy ebbe, illetve az emberfogás, ugye azt kell nagyon megtanulni az ilyen tornákon, hogy mindig legyen emberfogás, mert akkor ugye nem marad üresen ember. Ebben mutatkozott meg nagyon a játék különbség. Hát sajnálom, hogy így alakul, de azért van azért szintkülönbség. Na. Tehát ugye volt játékosok, mi meg ugye a csapat nagy része az amatőrként kezdte, úgyhogy igen. Hova érhet oda szerinted a kiskörösi csapat majd a bajnokság végére? Én azt mondom, hogy fejlődünk, tehát mindenféleképpen fejlődünk. Ugye most már heti 2-3 edzéseket is tartanak ugye ennek a csapatnak, ami nagyon jó, azt kell, hogy mondjam. Tehát azért egy amatőr szinten az elég ritka, hogy heti 3 edzést is megtartsanak. Tehát ez egy nagyon nagy előny. Úgyhogy én azt mondom, hogy a bajnokság végére azért még így össze is állhat a csapat, és így kicsit azért meg tudjuk majd szorongatni akár a macikonokat is. A Gárda nagyon komolyan veszi a bajnokságot, hétközben is edzenek rendszeresen, és a sok munka, a fejlődés már kezd látszani a teljesítményükön, és megmutatkozik az eredményeikben is.